Szeretnék élni? Egy papír zseppit, de megkapom. Ja? Ez nem volt. Köszönöm. Hátulról úgy se látszik, de igen? Mindegy, a bogarászás az jól esik. Igen, én kérek. Ugye? Igen, igen, az jó lesz, köszönöm szépen. Még, még, igen, igen, ez a kurkászás. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ezt még megkapom, jó? Köszönöm. Szóval, hogy tudják a hölgyek, urak, hogy itt miben is vannak, ez semmi más, mint egy próbál lenni, mint egy kellemes, baráti csemegés. Ez nem egy riportműsoron kérdezget, fogok kérdezni, de te ugyanúgy kérdezhetsz tőlem is. Egymásba ebből bele lehet szólni, ugye nem úgy gondolom. Ezt én igyekszem ezt a hangulatot fönntartani, és én ugyanolyan szereplő vagyok, tehát magamról is mondok egy történetet, hogy és itt van. Nincs semmi kérésem emiatt, fogalmam nincs, hogy fölírtam témákat, meg itt öntől majd idézek egy igen, mondást. Igen, de azt szólja közben egy valamilyen tegeződés vagyok, és nekem arra fog rájárni. Jaj, tiszon, jó, jó, mert én igen. Én mindenkit ilyen tegezek, jó. Bocsánat. Jó, 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 rendben. Mert úgyis rájár. Gyerekek, készen vagyunk. El kell vinnem, jó, el kell vinnem akkor a gyerekek. És akkor a taxi mindenkinek oda megy, ahonnan jöttek, ugye? Igen. Igen. Köszönöm szépen. Köszönjük, hogy önökkel együtt élhettük meg a tavaszt, bár a hideg valószínűleg még nem adta meg magát végleg. Minden esetre Szilágyi János vendégei már itt vannak, és csak arra várnak, hogy bemutatásuk után elkezdődjön végre a Halló, itt vagyunk! Igaz, hogy volt újságkihordó is, viszont azóta az ő élettörténete igazi sikersztori. Időközben ugyanis megtanulta, hogy a lustaság a legnagyobb bűn, és hogy nem lehet sikeres az, ami nincs megfizetve. Hálásak vagyunk, hogy meglátogatott minket az az üzletember, aki még az állammal szemben is pert nyert. Palotás János! Nem szereti a köztes állapotokat, ezért gyorsan hoz döntéseket. Olyannyira, hogy az adott pillanatban nem is érez semmit. Sőt, azt is elismerte, hogy ezek mögött néha több az indulat, mint a megfontoltság. Köszönjük, hogy eljött hozzánk az a színésznő, aki most is szabad, és korábban sem volt az, Balázsovics Edit! Mindig is gyönyörködtette az intelligencia működése, bár annak birtoklásától még senki sem lesz bölcs, kreatív, tehetséges vagy éppen tisztességes. Ennek megfelelően ő maga sem szeret teszteket kitölteni vagy logikai rejtvényeket fejtegetni. Örülünk, hogy a stúdió vendégek között üdvözölhetjük azt a férfit, aki szerint az intelligencia minden olyan társadalomra ráfér, ahol a dörzsölt csibészségnek van nagyobb becsülete. Békés András. Things that make you go. Editkém, hogy érzed magad ilyen vén emberek között? Boldog vagyok, hogy itt lehetek veletek, tényleg. Jól, tök jól. Na jó, elkezdtünk beszélgetni, nem mielőtt? Igen. Arról nem beszéltünk. Hát téged nagyon rég láttalak, nem is tudom az idejét, minimum 10-12 éve. Hát eltelt egy pár év. Eltelt Edit még nem élt akkor. Te veled mi van? Mit erről eszembe? Te üzletember vagy változatlanul? Üzletember vagyok. Azt gondolom, amit mondjuk ha a lányomat idézném, akkor ma is 13-14 órán dolgozom, de a kislányom az határozottan állítja, hogy hobbizom. Tehát, hogy az elfoglaltsági rész megmarad. Nagyon szép gazdasági munkákon dolgozom. Korábban, mondjuk 90-ban külföldön, itthon éltem végig, és ma is itthon élek. De hogy is, de külföldön ma már azért a munkáim egy része az itthon van. De tudod, hogy lévén, hogy fiatal vagy, hogy őt az ország hogy ismerte meg? Nem. Úgyhogy volt a taxis sztrájk, ami volt 92-ben, 91-ben. Arra már emlékszem. 92-ben. 92. És akkor a kormány, leállt az ország, balhé volt. És akkor alakult egy tárgyaló küldöttség, amely a
X érdekét, X érdekét. És ő ebből a tárgyaló küldöttségből kinőtte magát a Péter, szabályosan Péter. János. János, hülye vagyok. És egyszer megismertett az ország, és marha jól csinálta. És ebből ő lett a Palotás János, egy nap alatt. Élőben ment a tévé adás, ez szó szerint így volt, egy nap alatt történt meg. Az országos része, igen, tehát azért az üzleti életben, ugye a Vállalkozók Szövetségét már régóta vezettem, ugye közgazdasági társaság elnökségének tagja voltam, tehát a szakmámban, illetve az üzleti életben azért azt mondom, ismerte voltam, azért a saját választókörzetemben 80-ban, 16. legtöbb szavazattal egyéni körzetbe bejutottam a parlamentbe, de ez valóban, amit te mondasz, hogy az egy minőségi lépés volt. Tehát amikor azt mondod, hogy mindegy, hogy most Miskolcon jársz, Debrecenbe jársz, Salgótarján, vagy bárhol, tehát egy 80% fölé emelkedő ismertséget hozott. Igen, az a hétvége. Igen. De hát ez a 80% már lejjebb van, már azért rengeteget elfelejtettek. Látod, nyugodtan merem neki mondani, hogy hát te őt úgyse is. Nem, vagy ezt szabadabban udvarolhatok, semmi gondot nem. Elő kell vennem a papíromat. Az én számomra ez a világos. Köztünk van Békés András, ugye, aki még változatlan valamelyik minisztériumban dolgozol? Én minisztériumban vagyok tanácsadó. Így van. Sőt, főtanácsadó. És főtanácsokat adok. Főtanácsokat adsz. És ott, és egyébként tagja a Magyar Intelligencia Klubnak, ugye? Ez a Mensa néven ismert társulat. Hát én 16 éve vagyok tagja, voltam már elnök, meg mindenféle benne, úgyhogy emiatt kerülök bele általában ilyen illusztris társaságokba. Aztán a lényeg az, hogy... Én akkor lettem tagja, amikor ő volt elnök. De közben megbeszéltük ugyanis a smink szobában, hogy mi ott találkoztunk először. Te tagja vagy? Igen. Itt van két okos, itt van két buta. IQ-ról, ugye ne arról aggódj. Van szó. Ez az első kérdésed rögtön, nem tudom. Ne aggódj. Nem, de az úgy volt, hogy annak idején a Mensa csinált egy olyan akciót, hogy ilyen prominens embereket megkerestünk, hogy nem akarnak-e tagok lenni, mégis intelligencia meg minden, egyebek között a parlamenti képviselőket is. Na, és akkor ismerkedtünk meg Palotás Jánossal. Hát egyike volt annak, neki ki kellett tölteni az intelligenciát. Egyike volt annak a néhány parlamenti képviselőnek, aki jelentkezni mert intelligencia tesztre, és egyike volt annak a jóval kevesebbnek, akinek sikerült is. Szerintem ezt a témát itt vágjuk el. Ki kell tölteni egy tesztet? Isteni, neked sikerült. Persze. Úgyhogy ezt itt elvághatjuk. Ugye, ha már az intelligenciáról, meg valaki azt mondja, ez egy intelligens ember, akkor tulajdonképpen nem nagyon tudjuk, hogy mit mondunk. Akkor tehát mi az intelligencia végül is? Nem, ez olyan, mintha 2 méternél magasabbak szerveznének egy társaságot. Nem gondoljuk, hogy jobbak vagyunk, csak szeretünk a colosak társaságába lenni. Na, de egyébként az intelligenciára azt szokták mondani, hogy a probléma megoldó készségnek a gyorsasága, a hatékonysága, a rugalmassága. Tehát aki intelligens, az jól tud problémákat megoldani, de ennyi. Uh-huh. Tehát ettől még nem biztos, hogy jobban érvényesül az életben, nem biztos, hogy szeretetre méltó lesz, nem biztos, hogy kedves lesz, nem biztos, hogy jó dolog, olyan, mint egy nyelv. Beszélsz arabul, mit mondasz rajta? Igen, ez jó. Miközben a probléma megoldás az egy kicsit elősegíti az érvényesülést, gondolom. A gyors probléma megoldás, valamelyik gyorsan felismeri, hogy nem, csináltak statisztikákat, amerikai Mensa van, valami 50-60 ezer tagja, csináltak vizsgálatot, igen, általában jobb a jövedelmük, magasabb társadalmi státuszban vannak, és így tovább. Uh-huh. De nem garancia. Uh-huh. Persze, hát előny. De valószínűleg a top bűnözőknek is magasabb az intelligencia hányadása. De rengeteg hátrány is van ugyanabból az intelligencia. Egyetértünk, csak azt akartam megmondani, hogy abszolút nem mindegy, hogy mire használja. Ez így van. Már hogyha valaki intelligens, annak hát mondja egyet. Más, mint a többi. Kinézik maguk közül a többiek. Más érdekli őket, deviánsnak érzi magát. Úgy érzi magát, hogy idegen, egy valami másik bolygóról, vagy másik galaxisból jött, mert a többiek mások. De nem egy magabiztosságot, tehát bocsánat. Egyszer nagyon... Később, talán szerencsés esetben. Szóval valaki jól kezeli, és tisztában van azzal, hogy ez mit jelent, akkor talán azért inkább... 8-9-10 éves gyereket képzelj el, akit, azt lehet, igen. Akit a társai úgy néznek, hogy hát okoska. Jó, lehet a gyerekek van ez később, is, azért nekem van egy parlamenti emlékem, amikor a parlamentben már nagyon-nagyon dühös voltam belülről, de apukám azt mondta, hogy csak halkan szabad dühösnek. És úgy lehet a legbátrabb, a legkeményebben fogalmazni, és akkor azt mondtam egy előterjesztésnél, majd mindjárt megmondom, hogy miről jó volt az előterjesztés is, az előterjesztésnek, hogy
hogy boldogok a lelki szegények, van ennek a mondatnak, mert nem tudják, hogy mit nem tudnak. Mert ha tudnák, akkor nem terjesztették volna ezt elő, és ha előtte, mert ha egyébként előtte eszünk, akkor nagyon dühösek lennének. Jöttem vissza a Japánból, de ennek most ilyen szempontból nincs jelentősége. Hát majdnem konfliktusok voltak a szünetben, de hál' Istennek 190 magas vagyok, akkor még fiatalon is voltam, és végig sportoltam az életemet, úgyhogy egy nagy fenyegetettségnek nem voltam kitéve, de nagyon nagy volt belőle a feszültség. A nyugdíj kérdés volt egyébként, a nyugdíj és társadalombiztosítás volt napirenden, és az a miniszter előterjesztette, és az volt a nyugdíjreformnak a nyitó mondatainak, körülbelül szó szerint idézete az volt, hogy megoldjuk az értékálló nyugdíjrendszert körülbelül 2028-2030-ra. Az egészében, és utána levezettek valamit, hogy most sajnos hát 10% reálnyugdíjcsökkenés következik, és egyebek a rendszerváltás miatt. És akkor én azt mondtam, hogy ez másképpen nem történhetett, mint hogy megnézték az előterjesztési a hivatalban, ugye a pénzügyminisztériumban, a társadalomban, ahol előterjesztettek, hogy ki a legfiatalabb a tímben, ki az, aki nyugdíjba mikor megy, és ha ő 2027-ben megy nyugdíjba, akkor rajta se lehessen számon kérni, hogy még mindig nincs értékálló nyugdíjrendszer, ezért van 2028-a kitéve. Mondom, előtt úgy jöttem vissza azért ebben a borzasztó fontos témát, 3,5 millió nyugdíjas érint a dologban. Az egészben úgy jöttem vissza, aki éppen Japán vagy ott voltam, egy a japán kormány ők hívtak meg, ezért beengedtek a jövőkutató intézeteikbe, és ott például az egyik arról szólt, ami indult 60-as években egy program, hogy 2018-2024 környékén hogy lesz az első turista út a első úrállomásra, tehát hogy a űrszállodára. És hogy kell megoldani, hogy ugye a turistát azt nem lehet fölkészíteni. Én nem fogom magát hitenni annak, hogy tekerik meg, csavarják. Igen, tehát hogy kell megoldani, hogy legyen gravitáció az űrállomáson, tehát és ott a nélkül legyen, és egyébként viszont kinézhessen az ablakon, mert ugye mert egy gravitációt egy forgási sebességgel igen, lehet elérni, akkor viszont olyan gyorsan forog, hogyha kinéz az ablakon, akkor azonnal elesik, ugye? Meg hát az oldalfalon fog járni, tehát az oldalfalon fog járni, de hogyha az ablak egy olyan tükörreflexes optika, amely pont abban az ütemben nyílik, amilyen ütemben forog, akkor ugye egy állóképet fogsz látni. De ezeket mind úgy volt, hogy már így pipálva volt a falom. Tehát, hogy ezt 78-ra oldották, meg ezt 82-re. És én hazajöttem, meséltem a barátaimnak, hogy milyen csodálatos megoldásokon dolgoznak a világban, és akkor bemegyek a parlamentbe, és akkor azt mondják, az értékáró nyugdíjrendszerre beterjesztettek egy fantasztikus programot, 2028-32 között várható, hogy beáll. Jó. Csak azért mondtam, hogy ahhoz jött ez a mondat, tehát azért akkor jött ez a mondatom, ehhez az van, hogy ha nem tudom, hogy mit nem tudok, akkor meleg hihet előterjeszteni. Ennek van egy másik oldala is, az egy nagyon jó pillanat volt, valamelyik TV riportot csinált, akkor éppen menzelnök voltam, lezajlott a riport, és a végén nekem szegezte a kérdést, de most ne szólj majd közben, oka van, nekem szegezte a kérdést, hogy és maga mit szeret a legjobban a menzában? Mondom azt, hogy gyorsan beszélhetek. Ja, hogy megértik? Most ez a 2-3 másodperc szünet. Na, erről van szó, tehát emiatt érzi az ember néha egyedül magát, emiatt tud néha nehezen kommunikálni, emiatt nézik néha csodabogárnak. Uh-huh. Nekem milyen problémáim nincsenek. Na most, ugyebár, hát ebben a klubba csak úgy tudsz bekerülni, hogyha az IQ-t bizonyos szint fölött teljesíted, és be akarsz lépni, akkor ha teljesíted, akkor tag lehetsz. Igen ám, de hát hogy mérik ezt? Ezt úgy mérik, hogy bizonyos problémákat meg kell oldanod egy bizonyos idő alatt. A kérdésem csak az, hogy ez van egy alapkönyv, mert 5000 fajta IQ könyv, most például rád készül, tudtam, hogy együtt leszünk, nekem van egy otthon, sose vettem elő, és láttam, hogy ez abszolút arra való, hogy kitöltheted, megcsinálhatod, és elkezdtem vele szórakozni. És azt mondja, hogy egy nap ne csinálj meg többet egynél, azt hiszem 8x40 percet adnak egy-egy feladatra. És akkor azon gondolkodtam, hogy én nekem itt a könyves polcomon ez hever, de nem hiszem, hogy téged, mikor fölvettek, te ebből csináltad. Nyilván van egy alap, mint a Rorschach-teszt. Rengeteg van a Rorschach-teszt, amit mindenki tudja, hogy az egy olyan teszt, ami arra való.
De az IQ-nak melyik az alapműve? Nincs ilyen. Tehát jó, ez egy pszichológiai szakkérdés volna, hogy a Mensa nem ezzel foglalkozik. Mi azt mondjuk, hogy vannak kéztesztek erre, mint hogyha a hosszúságot kell mérni, nem mi állítjuk elő a méterrudat. Tehát vannak erre kéztesztek, de ezek nem publikusak éppen azért, mert akkor elkopnának. Tehát aha, ezek olyanok, amiket pszichológusok használnak. Pszichológusok azt mondják, hogy az IQ a legpontosabban mérhető pszichológiai mennyiségek egyike. De hát nyilván ezek a különböző népszerű lapokban megjelenő, meg így közeladott tesztek, ezek mások. Ezek ilyen típusúak, de nem azok. Tehát a pszichológusok pontosabban mérik. De hogy mondjam, centizni nem érdemes. Persze. Tehát ez mint a colos emberek, ha már a két méter fölöttiek klubjában benne vagy, 260 ott, már vagy 208, ott már nem méregetitek össze, hogy kinek hány centi. Örültök a társaság. Maradjunk is ennél, hogy nem méregetjük össze, hogy kinek. Nézz onnan! Bár ezen azért fönnakadtam, ezen a csak dekorációnak jöttem szövegen. Miért van az, hogy a szép csajok azok mindig így a könnyebb utat választják, hogy hát én csak dekoráció, nem kell rám ide figyelni. Mindenki mindig a könnyebb utat választja. De közben eldobják az eszükre. Egy csaj, hanem az, hogy egy művésznő és nagyon jó, egy anya. És azt akartam tőled megkérdezni, hogy ez az anyaság, tehát mikor a gyereked megszült, mennyi idős most ő? 4 éves. Magyarul 4 évvel ezelőtt. Ilyenkor a legszebb. Hogy te saját magadon ez alatt a 4 év alatt éreztél-e valami változást, hogy más ember lettél attól, hogy gyereked van? Nagyon. Szerintem nagyon. Sokkal megértőbb vagyok egyébként mindenki felé, nem csak a saját gyerekemmel. Nekem a gyerekekhez egyébként nem volt különösebb se affinitásom, se közöm. Testvérem nincs. Nyilván velem egykorú barátaim mindig voltak, de olyan kisebb gyerek odajött, akkor voltam, hogy hát, olyan aranyos vagy, de mennél inkább vagyunk áthoz. És szóval nem. Most a Richard miatt elfogadom a többi gyereknek a társaságát, de úgy kifejezetten nem szeretem. De sokkal megértőbb, sokkal empatikusabb vagyok a gyerekekkel és a felnőttekkel és a világgal szemben, és aggódóbb is lettem. Szóval például a Híradót azért nem néztem, mostában nézek. Mi hangzik, de tényleg? Szóval azt hiszem, hogy fordít vagy, azért, hogy néztél, de látod, mennyi rémes dolog van, benne nem nézem. Azt hittem, hogy ez fordítva nem, van. Hát valószínűleg nem tudom, máshol voltam elfoglalva az életemnek abban az időszakában, más életkor volt. De viccen kívül sokkal jobban aggódom. Tehát aggódom, amikor látom a problémákat, itt ez történik, ott az történik, Jézusom, mi lesz azelőtt, ezek a dolgok nem érdekeltek. Szóval hogy azt gondolom, hogy jó lenne, hogyha olyan jó élete lenne, hogy felnőne, hogy itt mi lesz, hogy lesz-e víz, lesz-e nem tudom, mi lesz ezekkel a gyerekekkel. Felelősnek érzem magam. Igen. Igen. De ami a fő motivum, az van, az az empátia inkább. Uh-huh. Amit ez hozott számomra. Én nagyon otthon érzem magam a 4 évesek között. Igen? Abszolút korosztályom. Ja, amit a sminkszobában beszéltünk. Nekem abszolút korosztályom. Nem dühösítenek föl, gyönyörűek, mosolyognak. Tehát ugye abszolút a szép. Én minden reggel optimistán nem ébredek. Engem nem? Hát. Minden reggel optimistán ébredek, és erről beszéltünk, azért estére azt mondanám, hogy jobb volna kevesebbet tudni, tehát kevesebbet érteni a nap történéseiből. Sokkal jobban érzem, tehát ha közelembe kerül gyermek, akkor, és pláne ez a 3-4 éves korosztály, én ebbe elolvadok. Szóval nekem az első 2 év, amíg igazán nem mentem visszadolgozni, 1 évig egyáltalán nem, és utána kezdtem el visszamenni dolgozni, az csodálatos volt. Tehát, hogy megszűnt ez az egész, amiben egyébként élünk, a játszótérben éltem, meg a gyerekszobában, és ezek, és nagyon jól éreztem. Nem tudom, János, hogy emlékszel rám, hogy én voltam 1982. június 30-án, július 1-én lépett életbe, hogy 1 éves kora után az apa is elmehet gyesre. És én voltam az első apa Magyarországon, aki hivatalosan elment, mert július 30-án született a fiam, 1 éves lett 82. június 30-án, és én bele elmentem gyesre. Az fantasztikus élmény volt. Hát biztos, ez abszolút. Dolgoztam nem munkahelyen, hanem otthon mellette, tehát csendben dolgozom, de jött velem, építettük a lakásunkat, ő rakosgatta a lyukakba a
ez a lyukacsos téglába bele a szögeket, meg egyebeket, de például minden engedélyt, ami annak idején építésengedély beszerzése, az ami rettenetes volt. Tehát és nekem mondjuk az minden harmadik, negyedik nap a papíroké, egy éves gyerek ide, gyönyörű szőke fejjel, képzeld, ekkora kék szemekkel. Várj, és volt itt egy gomb, hogy most bögél. Nem, kifejezetten félfogadási időn kívül, tehát hogy ne az legyen, hogy valakinek beelőző, hanem félfogadási időn kívül mentem az engedélyekkel a hivatalokba, a Lodószak, és mikor megjelentem, és bekopogtam, hogy ne haragudj, csak azt akarom, hogy akkor mikor van félfogadási idő, hogy mikor jöhetek vissza. Nem, most! És órák alatt intéztem, amit másoknak hetekig, hónapokig kellett. Jó trükk. Jó, nagyon bejött jó, egyébként, de jó, élveztem is, tehát hozzáteszem, hogy élveztem. Én is azért valahova direkt gyerekkel megyek, szóval azért ez egy teljesen normális dolog. Van ilyen, hogy bérlet, tehát hogy kölcsön a gyereket. Ilyen szigorú alkalmakra kölcsön venni valamiért. A gyerek kölcsönző. Az enyémek már akkorák, hogy ez a kalonülős műszer, ez nem megy. De mondd is, a minisztériumban tudják rólad azt, hogy te ennek a társaságnak egy tagja vagy, meg főnök volt. Nem foglalkoznak vele. Nem foglalkoznak vele, ott is beszélhetsz gyorsan? Beszélhetek gyorsan. A hónap nem merne bemenni a helyére, most más válaszolt. Nézd, lehet, hogy nézik a műsor. Nem, de egyébként az államigazgatásban minden híresztelésel ellentétben vannak értelmes emberek, és nem is kevés. Komolyan. Ezt most... Hát tudom, hát szakmai ártalom, hogy helyeken szoktam előfordulni. És hány éves úttal méritek ezt a... van ez az intelligencia? Általában az intelligenciát már egészen pici kortól szokás mérni, de mi gyakorlatilag csak felnőtteket veszünk föl, szóval nincs értelme annak, hogy egy 13-14 éves srác, én zseni vagyok, én kis zseni vagyok, tudod, mászkáljon semmi értelme. Megmondom, ez egy klub jellegű szervezet, tehát alapjában felnőttek. Ennek köze van a megszerzett tudáshoz, vagy ez inkább csak a probléma megoldáshoz? Inkább csak a probléma megoldás, tehát valamennyire tanulható, nyilván aki sok tesztet csinál, az egy probléma megoldási rutint szerez, de ezek nem műveltségek. Majd ezt a könyvet eljátsz. Jó, csak ne írj bele, én mellé írtam, tehát ne piszkáljam össze. És a következőkre jöttem például rá. Három típusú, négy típusú feladat sorok vannak, hogy van olyan, amit ő szerintük én rosszul oldottam meg, és ők megmagyarázzák, hogy mi lett volna jó megoldás, de ha én ott ülnék a szerzővel szemben, aki ezt csinálta, akkor meg tudnám neki magyarázni. De egy más logika alapján egy más eredményre jutok. Ez a dolog lényege. De az én logikám is hibátlan, és az övé is hibátlan. És akkor ugye azt kell beírnom, hogy ez nekem nem sikerült. Mert ő azt írja, hogy ott 12, én meg azt írtam oda, hogy 6. Ez egy érdekes dolog volt. De leginkább akkor a tesztírónak volt rossz. Tehát leginkább a tesztírónak nem sikerült. Akkor. Amire túl sokféle logikus megoldás van. Igen. Természetesen. De például te szeretsz keresztelét fejteni? Nem. Halkan mondom, én utálok teszteket megoldani. Én a keresztelétvény az neked teszt? Az a keresztelésfény unalmas. Unalmas, ez van valami, főleg de én az ilyen teszteket is utálom, én ezt azért csináltam meg, mert tetszik ez a csapat, meg szeretek benne lenni, meg ugye az ember egóját simogatja, de ezt a tesztkitöltősdít, meg versenyezdősdít, hogy ki tudja, hogy nem szeretem. De te ilyeneket csinálsz, hogy újságkezdetekről van egy 10 perc, az a vége, hogy szeretem-e a férjemet, válaszoljon erre, azt mondja, közepesen szeret, és ez ilyen lapokban szokott neked marhassági. Volt már nyilván, hogy csináltam ilyet, igen. Nem szoktam, de csináltam már. Vagy töltöttem már, igen. Közepesen szeret. Mert vannak beteges emberek, akik mindenért kitöltenek, képesek komolyan venni egy hatodrangú rémes labba, de minél első osztályú lap, annál veszélyesebb, mondjuk a csillagállásukat, ugye? Na, hogy hívják ezt? Horoszkóp. Bocsánat, köszönöm. Én mondtam a legjobb. A horoszkópot. Ide kellett volna csapni. Hogy én mondom a választ. Én tudom. A horoszkópot, és halál komolyan veszi. És akkor ezen ugye el szoktam csodálkozni, és nekem is így is mondom, így azt mondja, képzeld az a jövő héten. Esetleg szóval úgy látják, hogy szerencsém lesz. Várjál, most megpróbálom egy felő hangsúlyt fölvenni. Valamiben hinni kell. Ez igaz. Egyébként a hitet egyébként az ember lehet tisztelni, ebben igazad van, de azért az én könnyedetem is van. De remélem, az irónia is kihallatszott belőle. Igen.
Én azt mondom, egyébként én meg komolyan mondom, hogy igen, hogyha valaki nem tolakodóan hisz abban, amiben egyébként esetleg én nem, én azt tisztelem, csak a tolakodót nem ezen a rendszeren belül. Egy mondat csak az előző, mert nem ebben, hogy a környezetemben többen olvasgattak föl horoszkópot fiatal koromban, amikor egyszer Peterdi Palival nem együtt utaztunk, csak együtt, véletlenül úgy alakult, hogy a repülőn együtt mentünk Amerika felé, és akkor ő az első között, azt hiszem az esti illaba, vagy valahol csinált ezt a horoszkópját, és akkor ott ült mellettem, és akkor gondolkodott, hogy akkor most ennek ez lesz, és akkor az volt a mérvadó, nem volt annyi média, vagy sajtóorgánum, és az volt a média, hogy is a mérvadó horoszkóp, és mondtam, hát körülbelül ez volt a gól. Ezt hittem, hogy a szellemeseket ért legalább. Én a férjem kalandba keveredhet, nem tudom, micsoda, és én vagy a férjem, vagy mind a ketten, vagy kire vonatkozik ez? Ez ugyanolyan, mint hogy a Peterdi ott improvizálgatott, halandzsázott magyarát. Én dolgoztam egy vidéki lapnál annak idején, és ott norma volt, hogy nem tudom én, ennyi és ennyi flekket kell leadni, ennyi kis hírt, ennyi nagy hírt, ennyi színes hírt. Hát híreket leadni, az azt jelenti, hogy tehát az a legnehezebb, mert akkor valaminek történik, annak utána kell néznem, akkor is csak a három mondat. És akkor én kinőtt, növettem magam színes hír, az mindig kellett, hogy le kell adni nem tudom mennyi, színes hír. És akkor én isteni színes híreket szállítottam. Brit tudósok. És az szó szerint, ez egyik, ami világsikert aratott a szerkesztőségben, az volt, hogy Amerikában a rabok közül nagyon elterjedtek a tetvek, és, vagy a csótányok, az X börtönben, és az börtönigazgató azt mondta, hogy aki a legtöbb csótány gyűjti X idő alatt, annak megfelezik a büntetését. És Mr. Smith 200 000 csótánnyal szabadra bocsátották. Benyaltak, azt beszélő jött ember, azt mond, amit akar. És Amerikában mi a szellemes, így is ki lehet írtani a csótányokat. Ugye? Elengedjük egy pasasnak 3 évét, viszont nincs jó. Hát azt akarod, hogy benned ugyanúgy elkezdtek hinni, mint a horoszkópokban. Kérem szépen, meg kell szakítunk egy pillanatra beszélgetést, hanem egy pillanat, egy pár percre, mert ilyenkor azt szokták mondani a tévékben, hogy visszajövünk. Mi nem azt mondom, hogy visszajövünk, mi maradunk, csak közben reklám lesz.